Vörös István történelmet tanít a pécsi Lővei Klára gimnáziumban. Tavaly ő is elvizet egy tanfolyamot, hogy tanfelügyelő lehessen. Így havonta 30%-kal nőtt a fizetése. Arra viszont nem számított, hogy ez milyen sok plusz munkát jelent. Egy tanfelügyeleti alkalommal körülbelül 6-8 órát töltünk el az iskolában, és nem tudunk végezni a dolgokkal. A tanfelügyelők feladata, hogy ellenőrizzék és minősítsék a tanárokat. Beülnek az órákra, átnézik a tanárok anyagait, végül mindenkiről 60 oldalas jelentést kell írniuk. Másfél-két hetente minősítenek, van, hogy egyszerre két pedagógust, sokszor más-más településeken. Ez egy 50 kilométeres körzetet jelent. Tehát Somogy, Tolna, Baranya. Én máshova nem is kaptam egyelőre megbízást. De tudok olyanokról, akik kaptak az ország másik végébe megbízást, és ez egy jelentős terhet jelent, hogy előző napodok kell utazni. Vörös István azt mondja, az utazási költségtérítést sem kapja meg időben. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint ráadásul az ellenőrzés alatt az ellenőrzött tanárokat is helyettesíteni kell. Mindez plusz pénzbe kerül, és a kifizetések szerintük is folyamatosan csúsznak. De megnő olyan tekintetben is, hogy akit minősítenek, illetve akit felügyelet alá vonnak, a tanítási óráit másnak kell ellátni. Ezeket ki kellene fizetni, ez is elmarad. De elmarad általában megbízási szerződések kifizetése, elmaradnak az úti költségtérítések, ez döbbenetes elmaradásban van a rendszer. Az emberi erőforrások minisztere híradónknak azt mondta, ha kell, felülvizsgálják az új rendszert. Meg kell nézni, hogy mi az, amit elengedhetünk, mi az, amit nem kell olyan gyakran elvégezni, mi az, ami adminisztrációs tehercsökkentés. Megkerestük az ügyben az oktatási hivatalt és a Klebersberg intézmény fenntartó központot is, de adásunkig nem kaptunk választ.